úgy, bizony, egyszer ez már megy, szuper jó, fog meg légy szíves, köszönjük, szuper. Sziasztok! No, mivel ugye nekünk is vissza kell fizetnünk majd 25 millió forintot, ezért majd most... Majd abban mi adunk bele. Igen, ezért most eljött a Juhi, hogy segítsünk nekik a 200 milliót összegyűjteni, ez most egy kicsit releváns a magukban, mint a mi. Te visszakérte gyakorlati 25-ötök, ja, benne van és belezzük a maradékot, értem. Nekünk 150-et kell összegyűjteni, két kamerával veszük, verseny megy, hogy a két farkú kutyapárt oldalán, vagy az én oldalamon lesz több megosztás rajta. Nyilván a milyenken, ugye ez egyetlen. De hogy pénzt az csak hozzánk utaljatok, és utána majd mi a maradékból legfeljebb, hogyha akarunk, akkor megvesszük a két farkú kutyapártot, mert egyébként eladtam már nekik a várost itt mögöttem, ment a Gergőnek, de a lényeg, hogy nagyon sokat segítenek, komolyra fordítom a szót. Az együttnél az a helyzet, hogy 150 fogod magad dicsérni, vagy én dicsérelek téged? Ne, hogy én nem mondom, mi a helyzetünk, okay. Hogy milyen szarban vagyunk, és utána dicsérsz, hogy miért érdemes adni. Tehát, hogy a nagyon nagy szarban vagyunk, mert az együtt politikusainak, vezetőinek konkrétan 150 millió forintnyi adományt, vagy mi ez, hogy hívják ezt? Kampánytámogatásnyi pénzt kell visszafizetnie az államkasszába, ami nem ennyire vicces, mint gondoljuk. Azért van jó kedvünk, mert az elmúlt 9 nap alatt 120 millió forint már összejött, ami elképesztő. És azért jöttem el a Gergőhöz, mert a kétfarkú volt az egyetlen, hát utánunk a második, amelyik a legsikeresebb pénzgyűjtő kampányt folytatja, 32 millió forint volt talán, és nekünk pont ennyi hiányzik. Most úgyhogy gondoltam, hogy akkor... Akkor adjatok meg a tudtás kampányra a Juhiéknak pénzt. Így. Úgyhogy a viccet félretéve tényleg az a helyzet, hogy csak bennetek bízhatunk már, mert mindenki adott, 10 000-en utaltak, vagy dobtak be pénzt a lángtékában, ez a Pozsonyi út 5 szám alatt van, ahova be lehet vinni cashben, hogyha valaki úgy szeretné adni. De lényeg, hogy ténylegesen az a helyzet, hogy az együtt elnökségi tagjának, 5 embernek 150 millió forintnyi pénzt be kell fizetni az államkasszába, különben NAV a adók módjára behajtja rajta, ami azt jelenti, hogy vagy a fizetéséből vonják élete végéig, miután eladták a lakását, házát, nem tudom, bármilyet, amilyen van, nekem semmi nincs, de ez nem vigasztal senkit, mert nekem meg a fizetésemből vonják életem végéig, ha nem jön össze. Most nagyon reméljük, hogy összejön, már csak azért is, mert a Gergő dicsér. Igen, szóval én viszonylag kevés hiteles embert ismerek a magyar politikai életben, igazából hát egyet se. Viszont a Juhit nagyon régóta ismerem, még 2005-ben, amikor kiraktuk az első plakátokat Szegeden, ahol a polgármester nevében füvet árultunk, a Botka László volt akkor ott a polgármester. Ők, akkor a Juhi azonnal írt nekem egy e-mailt, hogy nagyon szívesen segít, amiben tud. Na és hát igazából én annyira nem is a politikai tevékenységem miatt, de amit a Juhi a Kendermagban, vagy a TASZ Roma programjában csinált, az szerintem tényleg így becsülendő, meg szerethető. Na meg a Tilos Rádió. Úgyhogy nem biztos, hogy neki kéne úgy visszavonulni a politikával, hogy tartozik 100 millió forinttal, erre tudnék jobb embereket. Úgyhogy küldjetek pénzt a kutyapártnak, vagy küldjetek pénzt a Juhiéknek, hogy túléljék ezt az egészet. Így, és nagyon-nagyon hálás vagyunk nektek, kedves kutyák, nektek, kedves nézők. Többen osszátok meg nálam, mint náluk, ez tök fontos, mert ott terjed a híre. Igen, tehát nálunk kéne. Elmondom, az adatokat bárki megtalálja bármelyik videó mellett rákattintva a fűre, ott van egy csomó számlaszám, azért van 5 darab, mert 150 ezer forintig adómentes bármilyen ilyen támogatás vagy adomány, ezért kérlek, hogyha 750 ezer forintot szeretnél utalni, akkor mindenképp hozd el az 5 számlára, jó? Tehát, hogy annál többet ne is utalj, kérd meg a feleséged, a férjed, anyukád, apukád, hogy ők utalják el a másikat a 3 millióból, mert hogy fontos, hogy egy embertől egy embernek 150 ezer forintnál több ne jöjjön, illetve ha jön, akkor le kell adózni a 18%-kal, azt meg kár lenne. Ha PayPal van, juhikap@gmail.com, illetve ha személyesen vinnéd be, akkor Pozsonyi út 5 szám alatt Budapesten a lángtéka könyvesboltban teheted meg. És lesz újra Kendermag Egyesület? Most, hát most pont erre gondoltam, hogy most akkor a farkába harapok. Mentem a civilből egy kört, és én azt ígérem, hogy ahogy majd nektek kell gyűjteni, azt én is tolom. És jön a pénz. Na, az van, hogy ez a kamera, ez körülbelül...